tűnik, hogy a hallgatóságban nincsen problémája az, hogy mit fogunk írni, kivéve az előadó sajnálatos módon a kutatás tárgyát kell, hogy így a elkövetkezendő, remélem nem hosszabb, mint 35-40 percben. Hát a cím maga egy kicsit ellentmondásos, és ezt direkt választottam ilyenre, de attól függ, hogy honnan nézzük. Nagyon nagy baj van, ezen a bajon lehet segíteni is, és is kell is segíteni. És a kérdés az, hogy hogyan tegyük ezt meg? Én közegen dolgozom január óta, amit rettenetesen érdezek. Ez egy hihetetlenül érdekes intézet, aminek pontosan az egyik feladata, hogy olyan komplex problémák megoldásával foglalkozzék, amelyet egyetlen disziplina magában nem tud mit kezdeni. A víz krízis megoldása az nem csak mérnöki feladat, az nem csak egy hidrobiológus feladata, az nem csak egy víztechnikus feladata, hanem egy antropológusé, egy szociológusé, egy közgazdászé, mindenkié, aki bizonyos szeretett a problémákhoz meg tud oldani. Elnézést kérek, hogy most három angol nyelvű ábrát fogok vetíteni, de olyan kuka vagyok a PowerPointhoz, hogy nem tudtam ezt sehogy sem már fordítani magyarra. Többet még nagyon lesz. Voltaképpen a színpadot szeretném az elején rögzíteni, hogy mi az a gond, amivel a 21. század elején mindahányan szembenézünk, és melyek azok a gondok, amelyekkel 35 éven belül 9 milliárdon fognak szembenézni, azon közben, amikor a víz mennyisége ma pontosan ugyanennyi, mint az ősemberek idejében, amikor itt döngettek le föl. És azért ennek nagyon érdekes következménye lehetne. Ezt az ábrát a támaszatot a Davoszi Világgazdasági Fórum egyik jelentéséből kölcsönöztem, ami azzal foglalkozott, hogy felmérje, melyek azok a krízis szituációk, melyek azok a rendkívül fontos problémákat jelentő területek, amelyek az elkövetkezendő évek, nem évtizedek mozgásait a Földön meg fogják, hát most többé-kevésbé fogják irányítani. Ugye rávozom, mindenféle emberek vannak, államelnökök, miniszterelnökök, mindenféle politikusok, közgazdászok, közgazdászok, és egy éven keresztül dolgoztak azon, hogy az elkövetkezendő 18 hónapban mi lesz a legégetőbb probléma a Földön. Ugye nem meglepő, hogy a nagyméretű migráció jött ki, hát ezt Európában nem megjavolta, vagy júniusokat tudjuk, de lehet, hogy korábban is tudni, erről már később szólt egy szó. Ez elkövetkező 18 hónapnak valószínűleg az egyik legégető problémája lesz. Hozzátéve, hogy a migráció nem elválasztotta a víztől, vagy a vízhez való hozzáféréstől, helyesebben hozzá nem féréstől. Különösen az afrikai szituációban, meg a termékeny félvonalat neveznek, ugye a Magrebtől fölegészen. Szíriát. Az érdekes azonban az, hogy ennek az elemzésnek, ami nem matematikai modelleken alapult, ami nem adatbázisok összekapcsolásán alapult, hanem egy úgynevezett Delphi jósta szerűen szakértőket kérdeztek, hogy szerintük meg lesz az öt nagy probléma, amely meghatározza az elkövetkezendő 10 év mozgásait a Földön. Elsőként a vízkrízis hozták ki. Másodikként a klímaváltozásra adott válaszok, akár a mitigációról, akár az adaptációról beszélünk, azoknak a lehetetlenségét, azoknak a hatékonytalanságát emelték ki. Harmadjára pedig az extrém időjárás eseményeket. Negyedjére az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Ötödjére pedig a társadalmi instabilitása van. Mind az ötöt a víz köti össze, különösen az első négyet. Na most ezt a szakmánk, nekem az ELTE szakmám az hidrológus, ez körülbelül 30 éve súlykolja, és a politikusok erre oda sem figyeltek. Eljutottunk oda, hogy lassan a titkosszolgálatok is észrevették azt, hogy itt egy nagy baj van a vízzel. Ezt a két ábrát az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Tanácsától kölcsönöztem, ami azt mondja, hogy az elkövetkezendő évtizedekben egészen 2030-ig négy olyan folyamat lesz, amit meghajtóként, mint nagyon fontos meghajtó azonosítják. Az egyén megerősödése,
a hatalom megosztása, a demográfiai változások, beleértve a migrációt is, és negyedére, de ez nem prioritási sorrendben van, az élelmiszerbiztonság, az energiabiztonság és a vízbiztonság közötti összefüggés szorossága. Ugyanez a két hivatal jutott arra a megállapításra, hogy a 30-as évekre a víz legalább annyira lehet a konfliktusok forrása, mint a 70-es, 80-as években az energia árak robbanása okozta bizonytalanság volt. Ugye mindenki azt mondta, még 10 évvel ezelőtt, hogy a következő háború a Közel-Keleten az a vízért lesz. Na most ez kétségben így van, hogy egy fluidumért van, aminek a színe egy kicsit más, meg a viszkozítása is más. De hogy milyen az olaj? Hogy most, hogy a vízzel kapcsolatban ez tényleg így lesz-e, azt még nem nagyon tudjuk, de majd erről is beszélünk egy pár szót. Mindezt az egész helyzetet súlyosítja a klíma ingadozás és a klímaváltozás következtében valószínűleg előálló változások. Tehát itt egy csupa rossz hír van, de van jó hír is. A klímaváltozás kapcsán nevezetesen az, hogy a Föld által hőmérséklete tovább fog növekedni, és ez urak számára igen kellemes lehetőséget fog szolgáltatni, arra, hogy élvezik az életet, és hát ez a pozitív hír. A negatív hír az, hogy egyetlen pozitív hír van, az összes többi az mind negatív. Amiről fogok beszélni, az, és nem szeretnék olyan végítéletszerű dolgokat mondani, de olyan dolgokról szeretnék beszélni, amelyekről a tudományos bizonyítékok nagyjából és egészében rendelkezésünkre állnak. Ez nem egy cunami, bár úgy tűnik. Ez egy úgynevezett töltés-meghágás, Japánban készült a fénykép, nem az én fényképen. Azt van hivatva illusztrálni, hogy a rövid japán folyók, amik nagy rövid energiával rendkívül gyorsan futnak le, minthogyha, ezt észlelték a japánok 11 néhány éve, minthogyha az árvizek gyakorisága előfordulási valószínűség növekednék, mint a egyre több árvíz lenne. És vajon ennek mi lehet az oka? Bármi legyen is az oka, egy azonban tény, hogy a katasztrófák, természeti katasztrófák száma jelentősen megnőtt a 20. század folyamán. Azoknak is a 80%-a vízzel kapcsolatos. Nem szükségképpen a cunamik, nem szükségképpen a gyors geofizikai jelenségek okozta cunamik, tengeráradások, hanem árvizek, és különösen a rosszány, a víznek a hiánya. Maga a földrengés az összes katasztrófának egy viszonylag elviselhető mennyiségét vagy számát jelent. Vajon mi történik? Mi ezeknek az oka? Mi ennek a szubjektív érzésnek az oka? Mintha gyorsulna az idő, mintha valami baj lenne. Mintha a hidrológiai ciklus, azaz a víznek a körforgása gyorsulóban lenne. Ha ez igaz, akkor ebből fog következni az, hogy a szélsőséges események előfordulási valószínűsége is meg fog nőni. Magyarul sokkal több lesz az árvizek előfordulása, de még egy hidrológus sem tudja megváltoztatni a termodinamika első tételét, magyarul a kontinuitásnak változatlan fent kell állnia. Ha növekszik a gyakorisága az árvizeknek, akkor növekednie kell az aszályok idővel és térbeli kitérítése gyakoriságának is, mert attól lesz a rendszer kontinuós, attól áll fel a folyamatosság feltétele. Növekvő kockázatot jelent ez? Valószínűleg igen. Tudnék, ha nem gyorsul a hidrológiai ciklus, akkor nincs klímaváltozás. A legbiztosabb bizonyíték a hidrológiai ciklus vizsgálata, hiszen a klímaváltozás 80%-ában vízen, víz által és vízen keresztül manifesztálódik. Ha nem, és ez a tudomány, a szakmán próbál megtalálni. Valóban igaz az a hipotézis, hogy a ciklus gyorsul. Ha nem, hát akkor indiánk között nem történik semmi. De úgy tűnik, hogy mégis nem történik valami, ami növekvő kockázatot fog jelenteni a következő generációkban, biztos. Növekvő sebezhetőséget az emberiségnek, biztos. Annál is inkább, mert itt bejönnek nagyon erős társadalmi korlátok és társadalmi feltételek. Különösen a szegénység, a földhasználatok, a föld tulajdonlás kérdése. Akit egyszer kibocsnak szegényedben, máshol nincsen lehetősége, mint visszamegy ugyanarra a területre, hol a katasztrófát elszenvedett, és háromtól újra kell fogja szenvedni.
Ha igaz a klímaváltozás, akkor a kérdés, hogy vajon több katasztrófa várható-e, már nem kérdés. A válasz egyértelműen igaz. Kevesebb víz jut-e fejenként majd az utódainkra? Ez sem kérdés. Csak az elmúlt, és nem akarom felemelni számokat. Az elmúlt 35 évet nézzük, 35 évvel ezelőtt az egyfőre jutott vízmennyiség átlagosan rosszul módon az egész földre. 13.000 köbméter víz volt fejenként egy évben. Ma ez 5.500 köbméter, azaz kevesebb, mint a fele. Persze ilyenkor az ember ugye csábítja az áttudomány, hogy ezt a csökkenő tendenciát meghosszabbítsa, és előjelzésként kimondja, hogy még 35 év, és bezáratjuk a boltot, mert nem lesz víz. Hát ez nem igaz, víz lesz, mert a hidrológiai ciklus, a víz körforgása az megmarad. Azonban az kétségtelen, hogy a népesség növekedés hatására ez a vízmennyiség, egy főre eső vízmennyiség még kevesebb lesz. Ugye a 20. század elején él 2 milliárd ember, a 20. század végén él 6 milliárd ember, most él 6,7 milliárd, 35 év múlva 9 milliárd. Hát ez elképesztő. Most, aki valaha is él, kortársunk, mindenki, Mózes, Jézus, mindenki, aki valaha is ért ember, annak a fele kortársunk. Szóval valami egészen más játékmezőről van szó. És ha ez nem annak a krízis, hogy kifutalulunk a víz, akkor vajon minek a krízis? Valószínűleg az intézményénk. Valószínűleg annak a krízisre, hogy hogyan kormányozunk a vízzel kapcsolatos emberi tevékenységet. Magyarul nem kell bedobni a tűrünk között, mert ha a kormányzást úgy tudjuk megcsinálni, hogy a vízzel fenntartható módon tudunk gazdálkodni, akkor ez a krízis nem fog bekövetkezni. Mindazonáltal jó lenne elemezni, hogy melyek a globális változásnak a fő okai. Vajon a klímaváltozás-e? Ki szabad a klímaváltozás? Mint a legfontosabb meghajtóra, amit önben kiszavaz arra, hogy a népesség és a népesség növekedés és az annak következtében előálló másodlagos hatások, például a városiasodás, 70%-a a túlgyújtónak a városokban ilyen városos menet, ez 80%-a lesz. Teljesen megváltozott a földfelhasználásnak a szerkezete, azaz azok, akik erre szavaztak, nyertek, aminek egyszerűen az oka az, hogyha megnézzük a népesség növekedést egészen az időszámítás elejétől mostanáig, nem hogy duplán exponenciális, triplán exponenciális a növekedés. Na most ez egy olyan dolog, ami akkor történt, amikor a készletek ugyanazok. Önnek a következtében a készletekkel van a küzdelem, és a készletekkel van a harc, valószínűleg fokozódik. És fokozódni fog a bizonytalanság a klímaváltozás hatására is. Hihetetlen és előreláthatóan a geopolitikai változások történnek. Az elmúlt 25 évben nagy konglomerátumok esnek össze. A Szovjetunió implúziója, Jugoszlávia szétesése, új államok keletkezése. Olyan geopolitikai átrendeződések is történtek, meg technológiai változások, mint az internet, meg az, hogy már többet nincsen kiszámíthatósági korlátok, ami alapvetően megváltoztatja a vízzel való gazdálkodást. A városiasodás egy nagyon fontos meghajtó. Ugye 1965 évvel ezelőtt volt 8 olyan nagyváros a Földön, melynek a népessége meghaladta az 5 milliót. Tavaly decemberben hát jó néhány tucat nyilván sokkal több van. És ez még inkább fog fokozódni. Azon közben, amikor a pauperizáció, a szegénység fokozódik, azon közben, amikor a társadalom ahelyett, hogy közelebbre kerülnek a társadalmi osztályok, az az ornó, ami ezeket elválasztja, lényegesen megnő. Ugye 2050-ben körülbelül annyi városlakó lesz, mint mindannyian vagyunk most, aminek egy jókora része favellákban, nyomornegyedekben fog lakni. Mi tehát az a három fő meghajtó, ami ezt a változást generálja? Az első a populáció, három P-ről szokták beszélni. Az első a populáció, a népesség változása, elképesztő mennyiségű tömeg mobilizálódik jobbra-balra. A második a pollúció, a szennyeződés, soha nem látott mértékben. A tengeri szennyeződések 80%-a a többet.
harmadjára, pedig a szegénység, mint nagyon fontos meghajtó. És ennek a háromnak aztán van egy olyan eredője, amit mindannyian látunk nap, mint nap. Az a típusú migráció, amit Európa pedig nem nagyon látott, bár ez a migráció mindig is megvolt. Ha valaki az Old Testamentumot olvassa, akkor azt látod, hogy az izraelita törzsek azért vándoroltak egyikről a másikra, a részint békésen üljék egymást, a másik pedig az, hogy vízért menjenek, és vizet találjanak. Tehát ez semmi, és ebben olyan sok új nincsen. Csak annak a hatása, meg az, hogy ez real-time, valós időben megy, ez egy egészen más dimenzió, fokoz. Melyek ezeknek a meghajtóknak vajon a hatásai? Ugye a populációváltozás, demográfiai változások, migráció. Mi az, ami ennek a kezdetben előjön? Ugye a globális változás az nem csak a globális klímaváltozás. A globális változás, a globális meghajtóknak a következtében előálló változások. Amit lehet tudni, hogy az ipari forradalom óta a szén-dioxid kibocsátás exponenciálisan növekedett. Amit lehet tudni, az elmúlt 160 esztendőben, amióta reguláris klíma észlelések vannak, és ez nem egy hosszú folyamat, hát ugye 160 év, azt látjuk, hogy van a hőmérsékletben egy felfele mutató trend, tehát van egy felmelegedés az atmoszférában. Sokkal kisebb a radiáció, mint ami a kifel az űrben, mint ami korábban volt, hogy ennek mi az oka, majd beszélünk. Tehát az üvegházgázok, amelyek egy felső határt szaknak, és azon belül a hőmérséklet megnövekszik. Tehát ugye a kérdés az, hogy milyen következtetéseket lehet levonni egy 160 éves ablakon, mint egy 160 éves ablakon keresztül néznénk a föld történetet, hogy mi történik. És akkor azt látjuk, hogy voltak változások, voltak melegebb periódusok, voltak hidegebb periódusok. Hidegebb periódusok voltak, 16. században valaki a németalföldőben flamand festőket nézi, a Post, meg a Röhe, ott a hollandusok derek, minden évben korcsolyáznak és élnek az életet. Ezt ma minden 13. évben lehet csak megtenni. Tehát van egy pozitív hőmérséklet emelkedő anomália, ami eddig nem volt. Mint az sem volt, hogy a nitrogén kötések, az antropogén lehető nitrogén kötés is exponentesen megnőtt. Mint hogy az sem volt, hogy a parti zónákból érkező nitrogén fluxusok is exponenciálisan növekednek. Mint hogy az sem volt, hogy a trópusi esőerdők veszteségét egy exponenciális mintázatot követett. Mint hogy az sem volt, hogy a fajok kihalása is egy exponenciális tendenciát mutat. Úgy tűnik, hogy minden exponenciális az elmúlt évszázadban, beleértve a McDonald értem meg számára. Egy olyan növekedésnek vagyunk tanúi, vagy elszenvedői, aminek következtében régi hipotézisek, hogy tudnék, hogy a jövő ugyanaz lesz, mint a múlt, ezek megszűnnek működni. Most azok, akik önök közül mérnökök, azok lőttek föl, mert a mérnök oktatás minden a magának. Így van, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, azok a statisztikai eloszlás függvények, amelyek jellemzik például az árvízi kockázatokat, ugyanaz lesz, mint a múltban, és ez nem igaz. Tehát az a hipotézis, hogy 100 évenként egyszer fordul elő egy árvíz, és arra az árvíz szintre méretezünk műtárgyakat, ez nem igaz többet. Mert szerencsénk van akkor, hogyha 100 éves előfordulási gyakoriságú árvíz 20 évenként fordul elő. Tehát ez egy alapvetően más dolog, hogy nem kell struktúrálja a szervezeteink tervezését. A víz mindent összeköt, a globális hidrológiai ciklus, a természeti rendszereket és a társadalmi rendszereket. Egészen furcsa módon, a szegénységtől kezdve a klímaváltozás, amit látjuk, ez egy olyan dolog, ami összeköti a nagyon bonyolult hidrológiai ciklus, amiben az emberiség igen jelentősen beavatkozott a mezőgazdasági termeléssel és az ipari termeléssel. Tehát minden megváltozott? Hogy tudjuk ezeket leírni? A jó hír az, az elmúlt 30 évben rendkívüli sok dolog történt folyamatok megértésében, illetve a folyamatoknak a leírásában, matematikai egyenletekkel, matematikai modellekkel. Na már elég jól le tudjuk írni, hogy a biokémiai ciklusok és a társadalmi ciklusok hogyan működnek együtt, hogyan, milyen hatást gyakorolnak. Példa erre, ez egy korábbi példa, kormányközi klímaváltozási tanács nem előrejelzése, szenáriója.
Tehát a szenárió azt jelenti, hogy mi van akkor, ha a népesség növekedése az ELSZ statisztikák szerint növekszik, és 2050-re eljön a 90 milliárdot. Mi van akkor, hogyha a széndioxid vagy az üvegházgázok megkutatszódnak, annak mi lesz a hatásra. Ez egy több 10 évvel ezelőtti jelentés, amit azt mondta, a dolgok úgy folytatódnak, ahogy folytatódnak, itt még ugye elég normálisan látszik a dolog, és körülbelül a 20-as években kezdett el ezt megfogni. Tehát ha a dolgok úgy folytatódnak, ahogy ezt feltesszük, akkor lehet, hogy az évszázad végére 2,5 fok és 6,5 fok között fog változni a hőmérséklet. Ha megint csak nem baj, mert a végén iparakkal fogok részesülni, a baj azonban az, hogy ez rendkívül módon meg fogja gyorsítani a hintóbi ciklus, és gyakorlatilag a 6,5 foknál összesnek a rendszerek. Legalábbis ezt a szimulációs előzőnyeknek kivatkozott. Na most ez nem előjelzés, ez szenárió. Ugye Karinti Frigyes óta tudjuk, hogyha nagyon mint a kereke lenne, akkor lehetne bicikli, lehetne omnibusz, lehetne tank, sok minden lehet. Tehát itt ez nem egy olyan, ez egy tudományos elemzés, de nem egy előjelzés, mert a kazális jelenségeknek az időarandója az messze túl van, hogy messze rövidebb, mint az arandóiben. Na most ez volt tavaly novemberben a nagy vita tárgya, amikor is Párizsban összejöttek a kormányok, és megpróbáltak, ez nem a szóval, hogy mondják, hogy lókereskedni, hogy milyen politikákat, milyen klímapolitikákat hozzanak létre, hogy az évszázad végére az átlagos hőmérséklet emelkedés nem haladja meg a 2%-ot. Mert akkor még tudjuk stabilizálni a rendszereinket, mert akkor még fenntartható a vízzel való gazdálkodás. Most ez lehet, hogy akadémiai vitának tűnik. Ám ahhoz, hogy például Kína rendkívüli módon ellenezte ezt, másfél éven keresztül ment a masszírozást. Tudnilik, ha Kína betartja azokat a vállalásokat és megváltoztatja az ipari politikáját, akkor Kínában 5 millió állást lehet elveszteni. Akkor át kell strukturálni az egész ipari szervezetet. Ugyanez vonatkozik az Egyesült Államokra, és az összes fosszilis energiával működő ipar gyakorlatilag azt a pontot és a pontoknak ott van végig. Tehát ennek nagyon-nagyon komoly gazdasági hatásai lehetnek. Nem csak gazdasági hatásai, hanem hogy mi látunk, amit érzünk nap mint nap, amit úgy mondjuk, hogy a CNN jelenség. Hát ez egy már, hogy menjek végig. 3-5 éve, akkor éppen benne ott voltam, de nem jött. Történt. Egy akkora állít, ami gyakorlatilag Pakisztán kiütötte. 40 milliárd dollár előzi kárja volt, az infrastruktúra tönkre ment, azóta is alig-alig térnek magukhoz. És akkor itt van az a bizonyos kauzális láncolat. A szegény elszegényedés fokozódott, valamiféle reményt kértek, vagy reményért imádkoztak, jött egy imám, aki azt mondta, hogy fiúk, többiek. Szóval egészen komplikált ügyek, amik ezzel kapcsolatban előfordulnak. Volt a pakisztáni árvíz. Rá egy hónapra, ezen nem lehessen volt közön, Dél-Koreában egy olyan városi árvíz, amit azt megőrzen soha nem támasztanak. Brazíliában a favellákat elmosták a toleráns esők. Ugyanabban az évben. Soha nem látott intenzitású eső. Hát megoldották a szegénység problémáját. Ugyanakkor Dél-Afrikában a township-ek, ezek a nagyon szegény, fekete települések elképesztő nyomorba döntöttek az árvizek hát következtében. Brisbane-ben, januárban, pár hónappal később, akkora árvíz jött, amit soha életben Ausztriában nem látta, Ausztráliában. Ahelyett, hogy autóval közlekedtek volna az ausztrálok, jöttek a krokodilok, és mindig is bejöttek a félvízre. Magyarországon 4 évvel ezelőtt majdnem elmosta a parlamentet az árvíz. Sokan azt mondták, hogy ez nem így történt, de mégis nem így történt. De a végeredmény az egésznek is a morálja az, hogy még mindig vannak olyanok, akik nem hisznek a klímaváltozásban. A klímaváltozás nem így kérdés, ez nem egy vallási dolog. Ez egy olyan hipotézis, aminek a bizonyítására nagyon kemény tények vannak, hogy tényleg felgyorsul a hidrológiai ciklus. Ez egy gedenk experiment, amit viszonylag könnyen lehet követni. És elnézést kérlek, hogyha van itt egy meteorológus vagy klimatológus, mert rendkívül piriti. De volt, aki talán következő az az üvegházzal metán széndioxid vízgőz egy olyan záró réteget képeznek, aminek az eredményeképpen a radiáció csökken, azaz a kifele menő radiáció, ami eddig vagyunk volt, tehát
visszapattan, ahogy tetszik ő, az űrbe, az mintha be lenne zárva, hogyha lenne fölül egy kis párnácska, ami az egészet befedni. Márpedig, ha lefedi ezt a fedőt, mint egy kuktában, az evapofedő, akkor mint a kuktában, amivel főzünk, megnő az evaporáció, megnő a párolódás, megnő a transpiráció, a növényekből keletkező párolódás. Ha pedig a párolódás megnő, akár a tengerről, akár az a száraz vatokról megnő a párolgás, akkor megnő a felhőképződés valószínűsége. Ha megnő a felhőképződés valószínűsége, akkor több lesz az eső valószínűsége. Ha megnő az eső valószínűsége, akkor több lesz a lefolyás valószínűsége. Ha megnő a lefolyás valószínűsége, akkor megnő az árvizek valószínűsége. Ennyi az egész. Na most emögött persze rendkívül komplikált, nem lineáris, bizonytalanságokkal terhelt, random folyamatok seregével súlyosbított jelenségek vannak, amit hogy nagyjából ma már értünk. De még mindig vannak olyanok, amiket nem igazából értünk. Például ilyen egyszerű kérdés, mi a felhő szerepe a radiáció változásában? Ez egy borzasztó egyszerű kérdés, de mindent meg nem tudom megválaszolni. A hatást viszont észleljük. Nem csak azáltal, hogy az árvizek gyakorisága megnő, hanem azáltal is, hogy a hőexpanzió következtében a tengeren kitágulnak. Márpedig ha kitágulnak, akkor megemelkednek. Ettől a hollandok nagyon, hát, aggódnak. És egy ilyen aggóra, egy ilyen napos ember valószínűleg, de ez halvány között nincsen, egyszer azt mondta, hogy Hollandiában 8 métert fogod tengeren szinten emelkedni. És kérdezik talán a hollandok, tanítottam, hogy mi a tervő ebben az esetben. De azt mondtam, hogy legyenek intenzív muszulmecskéket. Egyébként más megoldás nem nagyon van, de a 8 méter sem valóság, mint hogy elhol vannak a sarki jégmezők. Azonban az valószínű, hogy a kettős hatás egyrészt a, különösen a partizónák, az árvíz szintek gyakorlatilag a megnövekedése és a tengerszintek megemelkedése nagyon súlyos változásokat generálni. Különösen a parti zónában, ahol a 100 km-es zónában él az emberiség 70%-a 25 év múlva. Tehát ha most valaki a kodázőkön akar venni egy házat, az gondolja meg háromszor, hogy az unokák mennyire fognak húzikálni. Persze van itt egy sereg félreértés, ami ilyen bombasztikus kijelentésekre és a lehetőséget. Egy pár évvel ezelőtt, akkor még létezett az International Herald Tribune, egyébként kitűnő újság, megjelent egy szalag cím, ami arról szól, hogy változik a klíma, emberek nagy gázon. Igen, a klíma az 4 milliárd év óta változik. Mióta a Föld összeállt. Ha nincs klímaváltozás, akkor miért nem vagyunk itt? Akkor itt majd pontos szakosztott embernek. Tehát a klímaváltozás, mint olyan, az abszolút nem egy jelenség. Az egy jelenség azonban az, hogy mintha felgyorsítva. Mint hogyha az elmúlt 10 000 év viszonylag stabil időjárása, esetben klímája megváltozott volna. Ez a holocén klíma optimum, az úgy tűnik, hogy megváltozott. Valami történt a 20-as években, hogy nem tudjuk, hogy mi is van. Egy csomó dolgot nem tudunk matematikai modellekkel magyarázni a természetes változást illetően, egy csomó dolgot meg tudunk magyarázni az antropogén, az emberi beavatkozások hatásaképpen, de még mindig valahogy a klíma rendszer a 40-es, 50-es években. Hát megvalósult. És semmi sem jobb bizonyíték ennél, mint a Gletscher nyelvek visszahúzódása. Mara Morénak akar lehet látni. Ez a sorozat 1928-ban ugyanazt a Gletscher mutat, hogy szépen megy vissza a nyelvbe. És ezt használtuk általában biztos bizonyítékként, hogy a lefolyás például az Alpokban is elképesztően megugrott, ahhoz képest, ami volt 1978-ban. Gyakorlatilag attól tartottunk, hogy ez a hirtelen megnövekedett lefolyás is van az eredményeképpen, kiürülnek a biztartáink. És akkor egyszer csak Pamírban elkezdtek nézni a lecserek. Egyszer csak az antik lecserek olvadása megállt. Egyszer csak egy része az antarktikai lecsereknek megállt. Szóval vannak még olyan geodinamikai összefüggések, amit a tudomány nem tanulni. Mindazonáltal az teljesen nyilvánvaló,
hogy, és azt már, már ez nem csak egy CNN jelenség, hogy ezt így látjuk, mert írták közvetíteni a televízió, a rossz hír, a jó hír, de az, az biztos, hogy ugyanazon az évben a szélsőségek, és ez adja bizonyítékát annak, amit korábban is említettem, hogy az árvizek és az asszályok egyaránt jelentkeznek. Alul írtam egy kis várjegyzetet, a már prágai meghallásra. Illetve akkor ott volt, hogy ez volt kettő szemben. És hát nem még ezt volt egy nagyon nagy elvizetelben, annak az volt az eredménye, hogy a prágai metró előtt a víz. Gyakorlatilag 6 hónapig nem működött a metró. Csak volt egy nagy nemzetközi sajtókonferencia, amikor az ENSZ-nek dolgoztam, akkor is kérdezték, hogy hát milyen gyakorlat dolgozzák. Én hivatkoztam a tanult cseh hidrológus kollégákkal, akikkel mondtam, tőlük tanultam, hogy ez egy olyan nagy árvíz volt, ami statisztikailag egyszer fordul elő minden 200 évben. Jó, jó, mondtam, Grisheli, jó. A helyzet az, hogy tavaly is volt egy nagyon nagy árvíz, és azt mondta a tanult hidrológus, hogy ez egy 200 éves árvíz. Ezzel a statisztikai hipotézisek olyanok, hogy feltesszük, hogy az árvizek egymástól a téli maximumok függetlenek. Tehát előfordulhat az abszurdum, hogy ami volt az elmúlt évben, az az előző 200 év utolsó évenek a nagy árvizek, az első. Mert a statisztikai módszereik, ezek így működnek. Csak amikor ezek az újságosok, ezek ravaszalítiasak, mert azt mondta, hogy jó, jó, de tavaly előtt is volt. És akkor itt megáll a tudomány. Szó szerint megáll a tudomány, mert alapvetően át kell gondolnunk azt a tényt, amit most megtanultunk, hogy a világ nem stacionáris, a jövő nem az lesz, mint ami volt. Mit tudunk csinálni? Alkalmazkodunk rá. Ugye a nagy vita folyt a elmúlt években, hogy a klímaváltozás hatásnak a csökkentése, mi a jó, hogy csökkentjük a széndioxid kibocsátást, metán kibocsátást, vagy pedig próbálunk alkalmazkodni a helyzethez. Gyakorlatilag két iskola alakul ki, akik kedvesen küzdötték egymást. Na most 200 évig tartott, hogy a klímarendszert egy kicsit elrontsuk, tart egy ideig, amíg ezt rendbehozunk. Tehát a mitigációs eljárások, hogy csökkenteni a kibocsátást, annak a hatása nagy inerciális rendszerű lévén szó, és egy később fogja rendelkezni. Azaz mindenképpen adaptálódnunk kell, mint amit az elején is tettek. Adaptálódni azokhoz a helyzetekhez, amik kialakulnak. Ami azt teszi szükségessé, hogy a meglévő rendszereinket alakítsuk rá, hogy azok reziliensek legyenek. Mert nem tudom, hogy van-e jó magyar szó erre. Igazából nem arról van szó, hogy stabil legyen. Arról van szó, hogy ha kilendül egy egyensúly állapotába, akkor egy egyensúly állapothoz közeli állapotba térjen vissza. Legyen meg a rendszereknek az alkalmazkodó képessége, hogy egy legjobb közeli állapotban maradjon. Ezt kell megőrizni. Ám hogyan? A saját adaptációs választásokban mindegyik ezek közül kontroverziális. Mindegyik ezek közül ellentmondás. És ezt különösen Magyarországon nem kell mesélni. A több távozás mindenkinek öntől puk, a bős nagymár is jutott eszébe. A több vízelő, puk, mindenkinek a bős nagymár is lesz. Pedig a bős nagymár is egy ilyen picike kis bolhásra azokhoz a távozókhoz képest, mint amik a világban 86.400-an vannak. De ez egy másképp. Van még egy olyan opciónk is, hogyha a felszínalti készleteinket, hiszen ne felejtjük el, a nem megfagyott víz 90%-a a földalatt. Nem megfagyott víz 90%-a. Egyébként, hogy mennyi vízonnal is megérdemel beszélünk, nagyon kevés. Az a friss vízkészlet, ezt úgy hívják, hogy hívók ebben James Bond jelenség, az a friss vízkészlet, ami az emberiség rendelkezésére áll, az az összes vízkészlet beleérti a tengereket is, pont 0,07%-a rendkívül kevés. Tehát a talajvi, a felszínalti vizekkel való gazdálkodás rendkívül fontos, mert nagy adaptációs választásokat rejt magát. Ám ezek igen érzékeny és igen sebezhető víztartó. Egy folyóhoz képest, amit meg lehet tisztítani mindenféle víztisztító művekkel, egy felszínalti víztartó nem lehet tisztítani, csak az öntisztítás 7 millió éveket igénybe vevő folyamatában. És akkor van még itt egy sereg, mind úgy magában belvízi ragozás. Magyarországon gyakorlatilag megszűnt. Az összes Dunai ország közül Magyarország az egyetlen ország, ahol nem szükséges hajózni, ezzel az egész görög mitológiát is kiszűnt. Mert sajnos ennek politikai hátterek van. Mert nem, most ez elmondjuk szüntény.
ami nagyon valószínű, hogy az ember, és ez borzasztó egyszerű, majdnem, hogy házi asszonyos logika, az emberiségnek több tározót erre van szüksége ahhoz, hogy azokat az extra lefolyásokat, az elvisz következtében előállnak, azokat a lefolyásokat tárolja azokra az időszakokra, amikor nincs rész. Spice. Hadd beszéljek akkor röviden arról, hogy tényleg hogy lesz a vízállás, és milyen opciók van. 2000-ben, hogy akkor mindenki úgy lehet ordni nagyon lelkes, hogy valami fontos történik az emberiség történetében, akkor itt a 2000 vírus összefognak esti rendszerei, tehát most akkor jó, hogy ezeket csinálnak, de ezért nem esti össze is szépen menhetünk. Tehát 2000-ben összejöttek az államfők, az ENSZ közgyűlését, és elfogadták az úgynevezett, hogy mi lenne a mi fejlesztési célunk. És arról szólt, hogy 2015-re megfelelzik azon embertársaink szint számát, akik az abszolút szegénységi küszöbben vannak, az $1, és az akkor volt 1,4 milliárd ember, 1400 millió ember. És ennek a célnak az eléréséhez, ez elsősorban a fejlődő országok számára szóló célkitűzés volt, egy sereg alcél is tartozott. Többek között az is, hogy megfelezzék azon embertársak számát, akik nincsen hozzáférése valamilyen ivóvízhez. Ez egészséges ivóvíz, vagy sár. Ezt a politikusok elfelejtették definiálni. Szóval ezt általában diplomaták úgy csinálják, ez az intendidambiguity, ez a szándékos ködben hagyás. Majd valamikor kitárgyunk, nem tárgyalták. De tény az, hogy volt 1,4 milliárd ember. Két évvel ezelőtt az én hajtámot főnököm, a Banki Mónusz kijelentette, hogy ezt a célt elérjük. Megfelelődött az embertársaink számára, akinek nincsen hozzáférése semmi. Mikor visszajesz? Most ez milyen minőség, akkor nem szól. Igen, nem csak ez nem univerzálisan elért cél. Afrikában például egyáltalán nincs. Ha ezek a tendenciák, amik most vannak beruházásokat illetve folytatódnak, akkor Afrikának még 60 év kell, hogy ezt a célt elérje. Alapvetően az előrehaladás, ami globálisan elmosta a különbséget Kína, India és Indonézia politikájának, vízpolitikájának tudható be. Ha megnézzük egy torzított térképét, a populógia nem változtatva, de az arányokat nem változtatva, hogy hol van baj a vízhez a hozzáférése. Gyakorlatilag Európa nem létezik, ebből a szempontból semmiféle gond nincs. Az Egyesült Államok, Kanada, az pláne nem létezik. Mexikó nagyon súlyos probléma. Közép-Amerika, de ami a legsúlyosabb és a leginkább megdagad, az Afrika, Kína és India. Most a helyzet az, hogy nem 700 millió embernek nincs hozzáférő egészséges ivóvízhez, 3 milliárd ember. Ezt az ENSZ statisztikák nagyon szépen és ilyen okosan elfedik. Ma Szub-Szahara Afrikában a betegségek 90%-a víz eredetű vagy vízzel kapcsolatos. Ma Szub-Szahara Afrikában a kórházi ágyak felé lévő betegek azért vannak ott, mert nem volt egészséges víz. Ennek aztán rendkívül súlyos társadalmi hatásai van, közegészségügyi hatásai. A társadalom a munkához való hozzáférés, a munka lehetőséget. És ez is ugyanúgy lehetőséget is egy magával. A világban arra büszke, hogy kiszámolt azt, hogyha valaki $1 beruház a vízellátásba, akkor társadalmi szinten $4 spórol meg. Tehát itt egy üzleti lehetőség is van, ha úgy tetszik. Azonban a másik célnál, az a úgynevezett szanitáció kérdése, ez a szennyvíztisztítás, toalettek is. 15 évvel ezelőtt 2,4 milliárd embernek nem volt szanitációs hozzáférése. Ezen tesemekkel bocsatot kérek, hogy ezt mondom, budit érteni, latrinát, vagy open defekáció, ami Afrikában egy korolt, egy praxis, aminek igazából a nők az áldozatai, még az a nagyon súlyos. Tehát ez olyan súlyos társadalmi feszültséget generáltak Afrikában. A helyzet ahelyett, hogy javult volna, a rosszabb 2,6 milliárd embernek nincs. Tehát ide beruházni, és ennek aztán a következte a Szahel, a szájos megkérdezett,
vagy a nagy hidrológiai változékot sem érdezem. Van 10 év, 100 év, elmenekülnek az emberek ott, mert se vízük nincsen, se semmiféle emberhez méltó higiéniai hozzáférésük, ami a méltó, emberi méltósághoz, a dignitáshoz hozzátartozik. Vagy elmennek Dél-Afrikába, vagy eljönnek Európába. Hát most pontosan ez történik. Elmennek a Magrebi úton föl, Szenegál, Marokkó, és aztán úgy ide, vagy pedig elmennek a másik oldalon, és úgy jönnek Európába. Szóval ezeknek meg vannak az okai, a háborúban és az összes borzalmon túlmenően. Hát mindez csak a végén csúcsa. Mert nagy további gondjaink is vannak. Az emberiség 40%-a ma osztott vízgyűjtőkön él. Azaz megosztva, azaz akik a világon zöld terület, ott nemzetközi vízgyűjtők vannak. Hogyan osszák meg ezt a vizet? Hogyan tudnak-e közösen gazdálkodni? Vagy pedig háborúba mennek a vízért? Ugye a tabloid újságok, a bulvár újságok egyfolytában ezt írják, hogy a következő háborút közel kellettem a vízért lesz, és az előbb mondtam, hogy ugyan van, de ez más feledéke volt. De nézzük meg, hogy valójában milyen helyzet. A szokások gyanúsítottak. Ugye a Nílus vízgyűjtő, ahol évtizedek óta a felvízi országok és az alvízi országok rendkívül szoros, rendkívül erős diplomáciai szituációba kerültek. Amikor Etiópia elhatározta, megépíti a reneszánsz kártot, mi Etiópia számára hoznánk, gazdasági reneszánsz. Akkor az egyiptomiak azon fenyegetőztek, hogy eltűnik a mi 21-esek és lebombáznak az egész. Ez rendkívül feszült helyzet alakult. Ami már úgy tűnik, hogy megoldódik. Nem volt egy könnyű dolog, de úgy tűnik, hogy sikerült egy nagy egyensúly állapotot tartani, ahol megosztják nem csak a vizet, hanem a vízből következő és keletkező hasznokat. A mások gyanúsított, akik mindenki beszél, az a Jordán vízgyűjtője, ahol megvannak azok a jogi megállapodások, amikor mások, például a Nílusnál nem nagyon voltak meg, az angol birodalom vízmegosztási megállapodásán túlmenően. Igaz, hogy ezeket a vízmegosztásokat a Jordán folyó mentén, a palesztinok, a Jordánok és az izraeliek nap mint nap violálják, de mégiscsak működik a rendszer. Én véletlenül ott voltam, amikor a második intifáza kezdődött Palesztinában. És akkor ott aztán elszabadultak, azaz egy nagyon csúnya dolog volt. De minden áldoknak az izraeli Water Commissioner és az egyik a palesztin vízigazgató egymásra beszélt. Tehát még a legvadabb utálat periódusában sem használtuk a vizet fegyverként. Minden más fegyvert használtak, de a vizet nem. Szóval valahogy úgy tűnik, hogy a víz az emberi pszichében olyan mélyen benne van, hogy még a ritkán létező szolidaritást is felszínre hoz. Ugye korábban van egy olyan mondat, hogy még hátból esetén is adsz vizet ellenséget állataidnak és asszonyainak. Mondjuk ebben a sorrendben nem egészen kócsa, de ez így van. Tehát igazából a víz úgy, ha pszichológiai, szociálpszichológiai szempontból nézzük, akkor ez egy zárójel. Az elején, hogy letisztítson minket, hogy minden oké legyen a következő 80 részben, de mintha nem lesz semmi sem oké, a végén is bezárja, hogy ezért letisztítjuk azt a világot és viszontlátásra. Tehát a víznek valami nagyon komoly szerepe van. És itt a Jordán vízügyén sereg nagyon jó példa van erre. Ahol a gond van, és ezt nagyon kevesen tudja, ez Közép-Ázsiában van. Nem azért, mert az arató gyakorlatilag egyharmadára csökkent tömegében és területében. Azzal igazából részes országok ma már nem töröznek. Jó lett volna, hogy mondjuk tudod, és restaurálkozom. Az arató, de ez nem fog megtörténni. Ennek az alapvető oka az volt, hogy a szovjet időkben, közepétől Sztálin ellenben tartott, hogy az arab környékű Üzbegisztánban, Turkmenisztánban öntözni kell azokat a területeket, amelyek gyakorlatilag fognak termelni a Krasznaja Armi számára. És akkor így gyakorlatilag a területek, és így kialakult egy monokultúra, ami gyakorlatilag tökéletette a talajokat, és amelyek még fontosabb, a Szirdarja és Amudarja két befolyó éves kiszolyásnak, a 80%-át elvitt. Pártoknak. Gyakorlatilag nem volt meg az egyensúly, ami a befolyó vizek és a párolgások között meg lett volna, és ezt úgy hívták, hogy a hajtó. Ennek vége. A baj az,
Ugye a Szovjetunió szétesése után az utódállamok között kialakult egy nagyon szoros konfliktus, nagyon éles konfliktus. Tadzsikisztán és Kirgisztán, ahol a víz 90%-a keletkezik, versus Üzbegisztán és Türkmenisztán, ahol a víz felhasználás 90%-a jelentkezik. Tadzsikisztán egy annyira szegény ország, hogy más készletű, mint a víz elé nincsen, ott viszont nagyon sokan, tehát ők akarnak építeni majd víztározókat, hogy vízenergiát termelnek, és akkor azt elkerül az afgánokhoz, és akkor pacifikálódik mindenki, és be is a vége. Nekünk ez nem tetszik, mert azt mondják, hogy elvettétek a vízünket. Amire a tadzsikok azt mondják, hogy nem vettük el a vízünket, mert ez visszakapják, hogy viszont az kerülszúfik a turbinákon, és visszamegy. Mert az üzbék azt mondja, hogy jó, de ti elhasználjátok azt a vizet januárban és februárban, és amikor nekünk az öltözési szezonban kellene a Fergana-völgyben, áprilisban, májusban, júniusban, a tenyészetűszakban, akkor nincsen semmi. És egy elképesztő erős szembenállást eredményezett. Aminek aztán megvannak az oka, a mellék eredményei, ezt majd vágjátok ki, hogy az a helyzet, elég sokat elhúzott a marfésségben, hát van egy úgynevezett crash crop, amit úgy hívnak, hogy mák. És ennek a máknak vannak olyan hatásai, mákonynak hívja a magyar, amit lehet disztillálni, és akkor aztán igen kedves dolgok jönnek ki. Na most, ugye a tadzsik, ami után szétesett a Szovjetunió, a tadzsik viszont nem lévő hadsereg, az orosz hadsereg volt az, amik határozottak. Az orosz hadsereg távolnak, hogy voltak a fő csempészek. Szóval elképesztően komplikált még bonyolultabb a helyzet a felszíni víznek. Mert egy egyszerű felszíni vízén fent Szentendrén koszolunk, Budapest koszos lesz. Ezt mindenki tudja, meg lehet tisztítani. De mi van akkor, hogyha ez egy felszíni víztartó? A geológiai formációktól függően az, amit szennyezek ma, az hónap után visszajött hozzám. És erre nemzetközi megállapodás kötni rendkívül nehéz. Ugye van körülbelül 240 oszlop vízgyűjtő, az ENSZ elkezdte 1976-ban a nemzetközi vízgyűjtők hasznosítására vonatkozó konvenció tilakozását, a nem hajózási célú konvenció tilakozását. 25 évig tartott, amíg az ENSZ közgyűjtők is ezt megtárgyaltak, és a végeredménye az igazából az, hogy hát figyeljetek, beszéltek egymással rendesen, állapodjatok meg, ennyi. 25 évig tartott ennek a tárgyalása, és még 17 évig, amíg ratifikált a 35 ország, és még most is van olyan felső ország, Törökország például, amely egyszerűen nem fogadja ezt a nemzetközi konvenciót. Mondván, hogy ez az ország az abszolút szuverenitást, a természeti készletek fölötti abszolút szuverenitást kérdeni, az a magyarul ők azt csinálnak a vízük, amit akarnak, az alsó pedig forduljon fel, adott esetben, ez nyilván nem megy. Szóval egy nagyon komoly jogi problémák vannak, és mégis hát UNESCO-ban volt egy ilyen projektnek, hogy lehet-e a víz a háború forrása. Ugye ez olyan, mint a Jerevan rádiónk a betelefonálnál, hogy lehet-e a kommunizmus Svájcban, és a válasz az, hogy lehet, de minek. Körülbelül ez volt a vízzel kapcsolatban, és hogy voltak példák arra, hogy a háborús, nem is háborús, de katonai konfliktus, például Irán és Afganisztán között leszens konfliktusok. Azonban a történelmi adatban is áttekintjük, akkor abból kiderül, hogy a víz inkább az együttműködés forrása. Pontosan azért a szociálpszichológiai ténye, mint amiről beszéltünk korábban, mint a háborúé. Azaz van esély arra, hogy ezt a fenyegető globális vízválságot háború nélkül meg lehessen úszni. Mindazonáltal a vízválság megvan. Ugye naponta, ezt érdemes megegyezni, 5000 gyerek hal meg vízzel kapcsolatos fertőzésekben kezdődik. Ez azt jelenti, hogy 10 darab Boeing Jumbo Jet puff kiesik az égben. Már egyről is óriás nagy valé van. De arra az 5000-ről senki nem lesz valós. Mert az 5000 a fejlő országban azok szegény emberek. És hozzájárul a fundamentalizmushoz, meg minden az összes kauzális folyamatokról beszélt. Tehát ugye az, hogy a vízzel együttműködés forrása. Azonban az is érdekes, hogy mennyire függ össze a vízhez való hozzáférés, vagy hozzá nem férés.
a nemzeti vagy az alapulása. A két példát ragadtam ki, az egyik Zimbabwe, a másik pedig Etiópia volt. Gyakorlatilag a kettő közötti korreláció 0,8-0,9. Nincs eső, nem egy gazdaság. Sok eső, akkor sem egy gazdaság. Szóval ezek az országok számos helyzet, számos ok miatt olyan helyzetben vannak, hogy nincs meg az infrastruktúra, vagy ezekkel az okokkal foglalkozni. Mint ahogy megvolt az Egyesült Államoknak. Ez a felső sor azt illusztrálja, hogy hány rátad és tározott építettek az Egyesült Államokban az elmúlt 200 évben, kezdődik a függetlenségi háború után, tucatokig tározott a keleti parton, és most pedig 86 ezer valamennyi van. Gyakorlatilag ez volt az Egyesült Államok gazdasági fejlődésének a gerince. Hajózásban, energiában, öntözésben, élelmiszer biztonságban. Hogy ez beavatkozott a hidrológiai ciklusban? De nagyon alaposan. Vannak ilyen példáiról, beszéltünk az előbb, a Szirdarja és a Szamudarja. Egyszerűen gyakorlatilag elpárolgott ez a két folyó, ami vezetett oda, hogy elpárolgott az ennek alatt. Vagy a Nílus, amikor az Aszuanit átad, Nasser tavat, nagy nevű büszkeségük létrehozták, gyakorlatilag azt a variáciát, amit a vízfájásban jelentkezett, és hozta azokat a nutrienseket, amiből az egyiptomi parasztok éltek, azt leszűkítette, és mesterségesen kellett gondolkodni azokat, gondoskodni azoknak a tápanyagoknak a változására. Voltak negatív hatásai, vannak most is, de az aszfán gát nélkül egy viszont gyakorlatilag nem létezik. Nem lehet meg az élelmiszer biztonsága, az élelmiszer, az energia biztonsága sem. Ez az infrastruktúra struktúrai szakadék tározó térben magyarázza sok tekintetben a gazdasági fejlődések közötti igen jelentős különbséget. 43 körméter Etiópiában versus Észak-Amerika 6000 körméter. Csak amiről nem beszéltünk, a víz energiáról, a víz energia potenciáról és annak a hasznosításáról. Afrika mert magas platóban is vannak folyamatok ezek a fegyverek. Afrika vízelő potenciálja 6,5%-át hasznosítják a fegyverek. Szóval ez nem érdekű kérdés már, ez nem ökológiai kérdés, nem is politikai kérdés, ez már etikai kérdés. Jogunk van-e arra, hogy az afrikaiaknak azt mondjuk, hogy gyerekek, leépítsenek több víztározót, mert akkor nem lesz energiátok, és nem lesz semmi sem hozzáférésetek, és ez így lesz jó. Hát erre nyilvánvalóan nincs jó. Különösképpen akkor, amikor azt kell tudjuk, hogy az összes energia balansztól a foszilis energiák és a nukleáris energiák nagyjából 70-80%-át adják. A maradék 22% az, ami a megújuló, és annak is a legjelentősebb része, mint egy 3/4, az ilyen. Vagy a belvízi hajózás, hát akik jártak is, amik manapsokon járnak keletre, nyugatra és vissza az autópályákon, akkor tehát a jófogdali autótest, vagy autóút, autópályák, az egy kamion folyamat. Innentől, hát ott adja volt Párizs, vagy Amsterdam, talán Amsterdam, amikor ott volt Párizs, végig. Akkor, amikor a vízi közlekedés lényegesen olcsóban tudná, és sokkal kisebb környezetek hálóban tudná ezt megvalósítani. De hát, nagy gondok vannak, a árvízi veszteségeket a GDP arányában mérjük, akkor igazán Dél-Kelet-Ázsia az, ami nagyon kritikus, de az utóbbi időkben Dél-Kelet-Európa. Hát emlékezünk a szerbiai, horvát, szlovéniai és boszniai árvizekre tavaly el. Sőt, érdekes új jelenséget is lehet látni. Hogy néz ki a Rajna egy ékszerboltból? Ezek nem voltak. Szóval ilyen jelenségekkel nem találkoztunk. Egyre több ilyen adalék jött ahhoz, hogy tényleg baj van a hidrológiai cikluson. Ázsiában a 90-es években 100 000 nagyságrendű ember halt meg évente árvizekkel kapcsolatban. Új jelensége, vagy ahogy az ingatlanok ára fölmegy, különösen a fejlett országokban, egyre inkább mozik, korcsolja a pályán, sapfingoló, egyre inkább ennek a földön. Tehát tudatosan lehet tudja rombolni, második szemben, második különös részben a felszínre. Igen, ám, de jön egy torrens eső, akkor ez lemegy az amperelem helyekre. És rendkívül gyorsan.
ezt az Egyesült Nemzetek Egyetemétől kölcsönöztem ezt az ábrát. 6,5 perc alatt előtti a shopping dolgokat. Itt emberek hamlák meg. Én olyan gyorsan játszódnak le jelenségek, miután az egész le van aszfaltozva, a lefelső kérdező rendkívül nagy, ami leesik, az gyakorlatilag le is megy. Hát aztán vannak további problémák is, az adatokhoz való hozzáférés. Az a régi diktum, ha nem méred, akkor nem tudod menedzselni. Ha nem méred meg a házadat, nem találsz gyógyszert. Azaz mérés nélkül semmit nem lehet csinálni. Nézzük meg, hogy eltekintetben mi történt az elmúlt években. A politikusok végre felismerjük, hogy mérés nélkül nem lehet csinálni semmit. Főleg az önkormányzati kampányokat nem. De azon közben hihetetlen sok minden történt a szatellit hidrológiában, a távérzékelésben, a szatellitekkel mért adatok feldolgozásában, a hozzáférés az eredményekhez és a döntés támogatásban való részvétel. Amikor én diák voltam, hát ez már jó régen volt, akkor ilyen dolgokkal foglalkoztunk, egy kis hajó, oktatott a mészkodás, lányom az dologot, és akkor, amikor befejeztem az egyetemet, akkor kezdtünk ilyen egyenletekkel foglalkozni, mert végtelenül mindig lehetszett egy ilyen nagy tudomás ezzel foglalkozni, ráadásul egydimenziós, fókuszosan változó megtartási hozzás a jelenet. Viszont ki, akkor ez egy nagy tudomány kellett kapni. Ma valami nem tudta, úgy különjön. Az én diákjaim már azzal foglalkoztak, hogy három dimenzióban, hogy milyen a sebesség veszünk. Azzal foglalkoznak, hogy az üledék és a víz milyen kölcsönhatásban van egymásra. Ezek a határétek mozognak le és föl, statisztikusan gurulnak, és tovább. Szóval ma már numerikusan mindent lehet modellezni. Egyetlen probléma van, hogy melyik a legjobb modell. Ez volt a diákjónak a választás. Szóval olyanokat tudunk csinálni, hogy olyan előjelzési modellek vannak, amik centi pontossággal jelzik előre, hogy mit tudják. Igazából ez volt a magyar parlament esetben. 4 centi múlott az egész, hogy nem kellett azt a részt akkor kiindítani. És ilyen pontosággal működtek ezek a modellek. Ezek önjavító modellek. Még a állandó hiba visszacsatoláson alakulnak, és rendkívüli hatékonyak. Az adatmennyiség, ami jön, hát ezek ma már ilyen mobil applikációk, hát az ember ahhoz képest rögzíti a teniszmeccsét, hogy mikor fog esni az eső, és szeretne pontosabban lehet tudni. Hihetetlen fejlődés volt a tudománynak az elmúlt 25 évben. Mondjuk ez nem újabb, ezt a Laplace is tudta, csak nem tudta kiszámolni. Mert olyan gépek kellettek hozzá, hogy ezt meg lehet csinálni. 93 óta ilyen probléma nincs. Fizikusok, mondjuk a kvantumfizikusok az ő baj, ők még mindig ilyen gondokkal küzdenek, hogy nem tudnak hozzá kiszámolni, de mi, emberi létünk, mezoszkális hálánkon, miért tudunk számolni? Egészen jókofa dolgok vannak például arra, hogy olyat tudunk mérni, amit soha nem is látunk, és soha nem is fogunk. Például a nagy felszínalatti víztartókat. Ugye azt kevesen tudják, hogy a Szahara alatt van a legnagyobb vízrészek. A nukleai homok elképesztően nagy. Ezt Marokkótól tart a sínai körülbelül. Mondjuk az az egy baj utoljára 10 évvel ezelőtt esett az eső, de az nem nagy baj. De az ott van egy nagyon nagy készlet, amit a Kadhafi megcsapolt, szóval csak is elkölték. De ezeket is tudjuk nézni, hogy változnak. Méghozzá úgy, hogy a gravitációs mező anomáliáit méri egy szatellit pár, ami össze van kötve, nem fizikailag, hanem egy lézersugárral. Ez a két nagy ilyen szekrét megy körbe, van egy olyan lik, egy anomália, ami a gravitáció változását jelzi, hogy például víz van, akkor az első műhold az le akar esni, tehát elmozdul. Ezt az elmozdulást méri a lézer, és akkor tudjuk kiszámolni, hogy a víz van. Ezeket még 10 évvel ezelőtt sem lehetett tudni. Ma már az van, hogy a naponta milliárdnak a milliárdszorosa, hát az baromi nagy szám, adat jön a szatellitekről. Hihetetlen nagy sebességgel. Ez az új, amiben az intézetünk is egyébként itt jeleskedik közöket, a big data, a nagy adathalmaz, az egészen nagy adathalmaznak a kezelése. Erre ma már megvan a megoldásai. Mondjuk vannak ennek ilyen vadhajtása is, az összes cég tudja a bevásárlási szokásokat és milyen könyvet teszünk. A Big Brother is mondjuk egy elég kellemetlen dolog. De elvileg,
elvileg egy hihetetlen sok ilyen lehetőséget ad arra, hihetetlen fejlődés van. Az elmúlt 25 év technológiára, ami az elmúlt 70 év tudományára hozik, körbenézünk, az mind az elmúlt 25 év. Szóval valakit elkezd nyafogni, nyelj ezek a tudósokségi tudatot. Belép a nyávukat, és semmi nem történik. Minden az elmúlt 25 év történik, ami körülöttünk, mondanak a tudományos szektor, 100 év között. Hihetetlen a fejlődés, és mégis amit látunk, nagy globális cirkulációs modelleket, 500 méteres felbontású modelleket tudjuk a vízcirkulációját modellezni. Nagyon nagy pontosan ez ilyen. Igen, csak ezeket az ezeket a nagy modelleket kalibrálni kell a korozók. Ellenében, a parametri számára. És kiderül, hogy kontinensnyi területeket nincsenek adatok, vagy alig van. Az adatok szerint Nyugat-Európában van, Észak-Amerikában, Japánban, Dél-Koreában, Maridalig részében, egyébként nyelven. Afrikában kevesebb adat van hidrológia, mint Németország hidrológiájáról rendelkezésre magyarul. Ezek a kalibrációk akkor oda veszemnek, hogy a marginális bizonytalanság az adathiány miatt nagy. Azaz, ez egy globális érve, hogy Afrikában segítsük az adat összegyűjtést és az egész szolgálatoknak a működését. Mi akkor a jövő? Hadd fejezem lassan be. És mik a következtetése? Lesz-e vajon elegendő víz az emberiség számára a 21. században? Még akkor is, ha egyre többen leszünk, és egyre kevesebb, mint fejenként. A válaszunk arra az, hogy lesz. Igen. De ehhez meg kell legyen a politikai akaratra, hogy a mostani módszereinket megváltoztatja. Meg kell legyen a politikai akarat, hogy a vízgazdálkodás minden szinten, lokális érvonás, globális szinten megváltoztatja. Hogy integráltan kezelje, hogy a különböző érdekeket úgy artikulálja, hogy legyenek megoldások. És hát legyenek hozzá források, ami szükségképpen kell. A mi nem a mi fejlesztési célok helyen. És akármennyire is fényezünk politikailag a valóságban, nem valósultak meg. Nem sikerült megkérdezni az embertársaink számára az abszolút szegénységtől, valamit értek. Ezért aztán az ENSZ az összes állam bevonásába elkezdett egy nagyobb léptékű folytatás kidolgozását. 15 év volt, csak a fejlődő országra vonatkozó fejlődés, most már az egész világban szóló fenntarthatósági fejlődési kritériumokat kidolgozni. Ebben jelentős szerepe volt egyébként 3 évvel ezelőtt egy Magyarországon megtartott vízvilág csúcsnak, amelyet a Ádám köztársaság elnök hívott össze. Egészen az volt a célja, hogy a magas szintű politikusokat és a magas szintű szakmai embereket hozza össze. És tegye azt lehetővé, hogy valóban a víz központi eleme legyen a betartató fejlődésnek. Itt volt mindenki, jóból, balról, középről, az ENSZ főtitkárától kezdve királyi fenségek, mondjuk azok nem, egy volt, hercegek, amúgy akkor még herceg volt, és aztán említették az állásnak és királyról. És ez rendkívül fontosan járult ahhoz hozzá, hogy a víz tényleg központi szerepektől a fenntartható fejlődésben. Amire büszkének kell lenni, hogy az életben volt egy magyar ember, az Áderen kívül, aki nagyon sokat tett. Az akkori magyar nyelvű nagykövet volt Körösi Csabának hívták, és ő volt ennek a nyitott munkacsoportnak, ami egy kormányközi csoport volt, akik a diplomáciai tárgyalásokat rendkívül megdiplomáciai tárgyalásokat végig vezette, aminek az eredmények éppen jött össze a fenntartható fejlődési cél. Na, most tessék megkapaszkodni a szívben a biztonsági jövőt. 15 éven belül kormányfők és miniszterelnök rögették a nagy esküt. Nem lesz több szegénység. 15 éven belül nem lesz több éhénység. 15 éven belül a populáció jó része jó egészségben hatottak. És így tovább. 17 olyan nagyon masszív politikai cél, aminek a megvalósítására kell összpontosítani az összes erőt, és ennek van a vízzel kapcsolatos cél is. Megyünk tovább. Ezt emberként dolgoztam véletlenül 30 éve, nagyon sok ilyen diplomáciai tárgyaláson vettem részt. 20 évig azon vitatkoztak a magas felek, hogy a vízhez való hozzáférés része az
alapvetően legyél volna, vagy nem. Van egy nagy ország, ami Írországtól nyugatra esik, Mexikótól északra. Ez az ország azt mondta, hogy nyert, nyert, nyert. Mert akkor nekik kötelezettséget kell vállalni ahhoz, hogy az állampolgáriknak a legszegényebb nigernek is legyen hozzáférése vízhez és szanitációhoz. Ez például a gyakorlatilag vezetés soha nem vállalná fel. A demokraták azok, az egy az egy más tészta. És 20 évig tartottak a tárgyalások, amíg végre is tudtak elérni, hogy az ENSZ közülés elfogadja ebből a nem kötelező érvényű, non-binding határozatot, jogilag kötelező, ami arról szól, hogy az iges, az egészséghez, ivóvízhez való hozzáférés az egy alapvető emberi. Isten szerelme, miről beszél. Szóval vannak olyan nagy dolgok, és amit általában mindig azt mondom, hogy olyan energia fontos, figyelve, lehet élni internet nélkül nagyon nehéz, egy hétig. Lehet élni szerelem nélkül 10 napig, mélyen. De víz nélkül ez nem fog menni. Szóval a szakmának is meg volt az a baj, hogy ezeket a nagyon robusztus üzeneteket nem tudtuk közvetíteni. Ezért nagyon fontos, amit az intézetet próbálunk csinálni. Például az intézet nagyon fontos szerepet játszik a budapesti útörszámítva. Ez kicsit csendesen csináljuk, de az elmúlt 3 napig volt egy nagyon fontos ülés, ami pontosan ezt próbálta elősegíteni. Hiszen a nagy kihívás, ami előttünk az, az valójában nagyon egyszerű. Hogyan tegyük több vizet az emberek fejére? Én azt mondják, hogy már jó néhánynak a fejére több, amit kellene. De igazából arról mondom, hogy hogy lehetne ezt a nagyon magától értetődő árucikket nélkülözhetetlen életfeltétel? Úgy tudatosítani az emberekbe, hogy valóban törődjenek az, hogy én mit történik. Mert a következő generációt a legnagyobb bajba lehet. Ha nincsenek meg azok az integrált intézményeink, amelyek ezt menedzselni tudják, ha nincsenek meg az adataink, aminek az alapján ezeket nem tudjuk tenni, ha nem tudjuk emelni az oktatást, és tehát a Közszegi Intézetnek az egyik célja az, hogy itt olyan doktori programokat akarunk beindítani, ami a több szakmából, ez a legnehezebb, több szakmából álló tudást igényel. Ugye régen az volt, és ezt én is nagy intenzitással gyakoroltam a Magyarországon értem, hogy két főnök volt, és mind a kettőnek azt mondtuk, hogy a másiknak dolgozom. Ugye aztán elég sokat tudtam, azért nem is kezdtem az életet. De az ennél lényegesen nehezebb, hogy hogyan két szakmát összehozni. Hogy valaki politikatudományban és ideológiában egyaránt jó legyen ahhoz, hogy meghozza azokat a klímapolitikai döntéseket, vagy javaslatokat, amelyek nagyon fontosak lennek. Hát erről szól az intézetünk. Szóval itt látnak egy-két ilyen ősz, külszebb embert szaladálni jobban. Igazából ezt szeretnék megcsinálni, hogy hogy lehet ezeket a feladatokat megoldani, hogy lehet ezek olyan válaszokat adni, amelyek fenntarthatók. Ennek lesz a folytatása most novemberben, szintén Áder összehívására az új víz csúcs. Ide aztán most már mindenki jön. Ez egy nagyon nagy só lesz novemberben. Míg az első csúcs azt a szerepet töltöttem, hogy felismerte a politika a víz fontosságát, most azt szeretnénk elérni, hogy akkor most hogyan érjük el azokat a célokat, hogy ne legyen több segénység, legyen több éjjénység, és mit lehet, mit tud ez a víz hozzátenni. Annyira bonyolultak az ügyek, hogy azt hiszem, mindenki egyetért azzal, amit a némely kelemi emlők mondott, hogy az, aki megoldja a világ víz problémáit, két Nobel-díjat érdemel, megy a tudományos életénként. Köszönöm.